A mi segítségünk ennek a mai egészen kivételes alkalomnak, de lenne utolsónak a megáldása, megszentelése is jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kiemeljünk és békesség Istent a Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mint mindig, most is hadd kezdjem így interneten keresztül is a hirdetésekkel, és azért is különösképpen fontos ez, mert ha otthon, magányban vagyunk, különösképpen van rá lehetőség, hogy töltekezzünk az igével. Több lehetőség van rá, tetszenek látni, ki van vetítve. Kérem, éljünk az igeolvasással, sőt, az itt elhangzott Isten tiszteleteink, a prédikációk, igehirdetések is mind meghallgathatóak. Van két weboldalunk is, kérem, keressenek rá és nézzék meg ezeket. Természetesen mindenféle alkalom, mindenféle közösségi alkalom elmarad, úgy a Magyar Házban, mint nálunk a gyülekezetben is. Bízunk benne, hogy hamarosan újra indulhat minden. De addig is, amíg nem indul újra minden, addig én bármikor szeretném a testvéreket nagyon erre buzdítani, hogy bármikor a járvány ide alatt is elérhető vagyok. Örömmel veszem, ha tetszenek hívni beszélgetésre. Én is próbálok keresni minél többeket, de elég sokan vagyunk. Kérem, aki szívesen venné, hogy beszélgetne velem, vagy együtt imádkoznánk, vagy igét tudnék vele megosztani, kérem, hívjanak föl, és élnek a lehetőséggel. Ugyancsak mindenkinek hadd hirdessem, gondolom többség már tudja, de aki nem, hogy minden este 9 órakor van egy közös imádságunk, ami ugyan nem egy helyen van, mindenki ott, ahol éppen tartózkodik, de mégis egy közös témáról imádkozunk. Én mindig ehhez készítek egy rövid áldatot a napi Bibliaolvasók Alózike alapján, illetve egy rövid imádságot, amit aztán mindannyian a magunk imádságaival kiegészíthetünk, de hát kérem, hogy éljünk ezzel. Kérem, ha valaki nem kapta még meg ezt az e-mailt, de szeretné kapni, most hallja ezt a szolgálatot, hogy küldje nekem e-mailben jelentkezését, és küldje meg az e-mail címét, hogy elküldhessem a számára is. Imádkozás most különösképpen fontos szolgálata a mi gyülekezetünknek, miután minden más szolgálat, vagy majdnem minden más szolgálat jelen pillanatban szünetel, ezért kérem a testvéreket, hogy nagyon komolyan vegyük az imádságot. Ha tudunk valakinek segíteni, van rá alkalmunk, hogy esetleg elvegyünk ételt, vagy valamilyen más módon segítsünk, azt is végezzük el, de az első és legfontosabb most az imádság a betegekért, a magányosokért, az elszigetelt emberekért, mindnyájunkért, hogy Krisztus könyörjön meg rajtunk, és adjon ebből is szabadítást. Fohászkodjunk. Áldunk és magasztalunk volna a Te igédért, és kérünk, hogy nyisd meg ma is a Te igéd tárházát, és lehessen számukra élő a Te üzenetet. Amen. Olvasom az igét, testvérek, a János evangélium a 10. részből az első 5 verset, Jézus út az Atyához. Olvasom ezt a csendes percek mai napra rendelt, vasárnapra rendelt igezek az alapján. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, mondja Jézus. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk, hova mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet.
senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Eddig az Isten írott igéje, kérem fejünket meghajtva, imádkozzunk. Ebben a járványban is, Urunk Istenünk, valljuk és hiszük, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. Kérünk hát, hogy mutasd meg nekünk az utat, mutasd meg nekünk az igazságot, és beszélj nekünk az életről. Akkor is, amikor körülöttünk olyan sokan meghalnak, és amikor mi magunk is félünk, és elzártságban vagyunk. Beszélj nekünk az életről. Várjuk és kérjük a Te szabadat, drága megváltunk. Köszönjük, hogy ma is jössz felénk, hogy üzenj számunkra örömhírt, evangéliumot a Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, az alapigéje az igehirdetésnek az imént olvasott szakaszból az első vers: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondja az Úr Jézus Krisztus. Milyen aktuális üzenete, mint mondtam, ez a csendes perceknek éppen a mai napra rendelt állítata annak az alapigéje. Több mint egy éve írták, válogatták össze, és hát nem tudhatták, honnan tudhatták volna, hogy milyen aktuális lesz az ige 2020. márciusban. Ha lehetőség van rá, itt van fönn a weboldal is, kérem, hogy a testvéreket olvassák el. Az áldott arról bizonság tétel, hogy hogyan kap Jézus feltámadása által békességet egy férj, aki egészen váratlanul elvesztette 50 éves korában elhunyt feleségét. Abban nyugszik meg, úgy engedi el a párját, hogy a mennyei hajlékban sok lakóhely van. Jézus megígérte. Én hiszem azt, hogy Isten szeretett mindenkit elér egy ponton, és azt hiszem, hogy ez a mostani válság, krízis helyzet, ami kialakult, ez az egész világnak egy ilyen pont lehet. Olyan helyzetekbe engedi bele Isten az embert, amikor el kell engedni az élete biztos fogódzóit, és nem marad más fogódzó, csak a hit. Illetve itt látszik meg, hogy van-e ilyen fogódzó, vagy nincs. Én azt gondolom, hogy a járvány, az egész válság legelején vagyunk, de már most vannak nagyon világos jelek, hogy mi vár ránk, ha ez a járvány elhúzódik. Minél hosszabban, annál súlyosabb lesz a következmény. Két jelet szeretnék nektek ma említeni. Az egyik nagyon békés, majdnem, hogy humoros, a másik meg nagyon nem az. A WC-papír és a fegyverek. Az emberek itt Kanadában megrohanták az üzleteket, és felvásárolták, mégpedig elsősorban a WC-papírt. Mintha attól függne az életük. Mégpedig úgy, hogy egyáltalán nem érdekelte az embereket, hogy a másiknak jut-e vagy nem jut, megvették olyan mennyiségben, mint a kép is mutatja, rettentő sokat vettek, ami indokatlan egy embernek. Próbáltam egy idős testvérnek bevásárolni legfontosabb dolgot, és ő is kérte, hogy szüksége volna WC papírra, láttam az üres polcokat, és miközben a polcok közt jártam, láttam, hogy ugyan WC papír már nincs, de az egyik polcon még volt néhány tekercs
törlő kendő papír. Hát oda mentem, előttem egy hölgy volt, aki rakta bele egymás után a kocsijába ezt a fajta papírt. Szóltam neki, és rámutattam a felírás, ami ki volt téve, akkor már ki volt téve, hogy egy vásárolónak csak egy tekercset szabad elvinnie. Ő úgy tett, mintha nem vette volna észre a felírást, és óvatosan visszatette a töbletet a polcra. A lelkület az, ami riasztó. Mert előre vetíti azt, hogy mi történhet, ha esetlegesen olyan dolgokból lesz majd hiány, amelyek alapvető életfeltételek. Nagyon világosan kivetíti a bűnös, önző ember szívét, a benne lévő indulatokat. Ugye Kanada alapvetően egy nagyon békés ország, ameddig jólét, biztonság, kiszámíthatóság, stabilitás és rend van benne. Éppen úgy békés, nyugodt, szép ország, mint tőlünk délre, az Egyesült Államokban. A WC papír őrület talán még meg is mosolyogtat bennünket, de az elmúlt héten a szabad amerikai állampolgárok megrohamozták és kifosztották a fegyverboltokat. Felvásárolták a lőfegyvereket és az összes lőszereket. Meg kell magunkat tudni védeni, mondták az emberek a riportban. Ha gondoljátok, keresnek rá az interneten, meg lehet látni a hírekben. Kitől? Kitől kell megvédeni? Egymástól. És miért? Hát azért, mert veszélyben lehet az, ami az Egyesült Államokban a legszentebb. A magántulajdon. Mi lesz majd, ha az, akinek nincs, kér attól, akinek van? Vagy nem kér, hanem követel, vagy elvesz. Azért kell a fegyver, hogy megvédje, amilyen van. Mert felborulhat a stabilitás igen könnyen, mert most nagyon ingoványos lábakon áll, mégpedig világméretekben. Most azt hallottuk leginkább, hogy legutóbb, hogy nem kell fizetni majd a lakbért. De akkor a tulajdonos sem tudja fizetni a lakáshitelt. Akkor a banknak sem szabad követelnie, és a sor legvégén a leggazdagabbak állnak, akinek le kell mondania, akinek meg kell osztania, és akik ezt eddig soha nem tették. Minden semmiképpen sem azért mondom, hogy elrémisszek bárkit, hanem csak azért, hogy még jobban nagyon figyeljünk Jézusra. Minden nagyon ingoványos lábakon áll, de ő a mi kősziklánk. A világ most úgy néz ki, mint egy kártyavár, ami rajta állnak az emberek, és bármikor összedőlhet. Jobban nagyon figyeljünk Jézusra. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Miért ne nyugtalankodjék? Hát azért nem, mert Jézus Krisztus az út. Ha minden más út lezárul is, ez soha. Ez az út mindig nyitva áll. Magyarországon, Kiskörösön van egy evangélikus temető, és ennek van egy temető gondnoka, akit
Fazakas Lászlónak hívnak, aki egy erdélyi származású, rendes, valláros ember volt, de nem adta át az életét Jézusnak egészen addig, amíg életében Isten vele nem nyúlt. A fiát elütötték, hatalmas a csodával a fia mégis megmenekült. Utána egy álom, ahol a mennyország kapujába elment, de nem volt felírva az élet könyvébe, hanem egy néni, akit néhány nappal korábban temettek el, ő pedig igen, fel volt írva, és hívta, hogy jöjjön ő is, és ő nem tudott menni, mert nem volt benne a neve az élet könyvében, és ő 20 évig járt iskolába, az ige iskolájába, mert 20 évig hallgatta szinte minden nap a lelkészek ige szolgálatait a temetőben, a temetéseken. Ő végezte el a hangosítást. Ő volt mindig jelen, és hallotta az igét. Isten igéje, a Szentlélek belevéste az ő fejébe, és Isten elhívta őt. És adott neki egy gondolatot, fantasztikus, hogyan vezette az Úristen, hogy a temető egyik végében volt egy szeméttelep, és ő azt elkérte, és csodálatos módon Isten kirendelte számára ezt, és ott egy kertet hozott létre. Úgy hívja, hogy Édenkert. Ez a kert bejárata. Egy nagyon szép ének versei olvashatók a bejáratnál, a széle és a keskeny útról. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Ez van a bejáratnál, és ott van mindjárt a két út. Itt van a széles út, ez egy nagyon szépen kikövezett út, és itt van egészen picikén, nagyon lehet észrevenni és szinte a keskeny út bejárata, majd erről később bővebben. Itt van ő maga, a Fazakas László, a szolgatás, aki ezt elvégezte. Hol akarod eltölteni az örökké valóságot, Isten országában vagy a pokolban? Ez van felírva a bejárat mellé. Aztán tegyetek meg, még nem késő, és ott van ez a három betűs szó, a bűn, és a széles út felé is nyilvezet. Itt van a bejárat, és oldalán van a széles út is, a nyíl. Nagyon szépen ki van kövezve, könnyen járható, valóban szélesebb az út, mint a másik kis ösvény. Széles út a pokolba vezet, ez van felül kiírva. És tele van igékkel, és tele van mindenféle jelekkel, az ördög asztala, gonosz kívánságok, parádnosság, lopás, hazugság, gyűlölet, harag, és minden más. Ott van mellette a könnyek, a sóhaj, igék vannak kint, és az Isten megváltó terve, a bűneset, a szellemi halál, a természet születés, ahogy mindenki megszületünk, az újjászületés lehetősége, és így örök élet a testi halál után, vagy örök pokol. Nagyon egyszerű, rövid kis ábrázolat, a lényeget összefoglalja. Jobb könyvéből idéz, mindez kétszer, háromszor is megtesz Isten az emberrel, hogy visszatérítse őt a sírból, és ráragyogjon az élet világossága. És valóban háromszor van is átvezető híd egyik útról a másik útra ebben a kertben. Tele van igékkel. Ha valaki nem találik bele az életkönyvébe, az a tűztava vettetik, és sok hasonló. És vannak nagyon szép jelek benne, például ezt a kötelet egy öngyilkos nyakából szedte le, aki a kertet készítette. És ott van kint jelként a kertben is. A széles út végállomása az ez, a pokol. De mint mondtam, a széles úton is vannak jelek,
a Keskeny út a Mennyországhoz vezet, a Keskeny út, ott van egy nyíl, át lehet menni. Vannak hidak. Pedig a mi vétkei miatt, akkor sebeket, bűneim miatt törték össze, ő bűnözött, nekünk békesség legyen, az ő sebé árán gyógyultunk meg. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni parázságából, íme betegárba vetem őt is, és a vele parázságodókat nagy nyomorúságban, ha meg nem térnek cselekedeteiből, és itt van egy híd, és az van ráírva, hogy betegágy. A megtérés lehetősége. Így néz ki egy másik rálátásból a kert. Nem tudom, látjátok, hol van a szél, a Keskeny út. A Keskeny út itt van, alig látszik, ez pedig a széles, ami tényleg világosan látszik. Ez Kiskörösön van, szívesen mennék én is. Miattam van ráírva a keresztre. A Keskeny út, élet és üdvösség. A Keskeny útnak az ajtója úgy van kialakítva, hogy nem lehet bemenni, csak hogyha az ember lehajol, meghajol. És utána egy óra, ami már 12 lesz, néhány perc múlva, amely a szűzeket jelképezi, a 10 szűzet. Jézus Krisztus a király, eljön az úton. Hit, remény, szeretet. A megváltás igéje, mert úgy szeretesen világot, hogy egy szült fiát adta, hogy aki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy pad, az utolsó ítélet. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, ami az Isten paradicsomában van. És ez a végső út át a kert végébe, a kereszten keresztül egy kis híd. Amit szem nem látott, amit fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, az képzett el Isten az őt szeretőknek. Akit érdekel lesz utána nézni ennek, vagy képeket látni többet is, az itt ezen az úton, ezen a weboldalon keresztül kaphat több információt. 1750 betűt vésett fel ő maga fél év alatt. Jézus szavai, bibliai igéket, vagy keresztényeket a Biblia alapján, Biblia kérdés alapján. 2013-ban készült az a kert egy fél év alatt, és ma is gondozza, emberek tömegei járnak oda. És valóban üzenet lesz sokak számára, hogy Jézus az út. Ma is, a járványban is ő az út. És ő az igazság is egyben. Nem azért igaz az, amit Fazakas László csinál, hirdet, mert ő tudja a tutit, hanem azért, mert minden betű, amit felvésett, az Isten kijelentése. Az életet Isten áldásnak tervezte, és annak tervezi ma is. Jézus Krisztusért. A koronavírus járvány idején is, a betegségben próbált ide alatt is, mindig, Krisztus halála és feltámadása erről szól, hogy ő megfogja a kezünket és vezet, hogy minden áldásnak van tervezve. Az utolsó szó sohasem a bűné, a halálé, hanem mindig a bűnbocsánaté, a feltámadásé és az életé. Ez az Isten legfőbb igazsága, Krisztus az élet, az örök fogódzó. Egy riborot hallottam a rádióban egy könyvről, amely ugye nem egy keresztény könyv, de szeretném most idehozni előttek. Itt van a könyv, amely egy sikerkönyv Észak-Amerikában, és amely arról szól, hogy Washington államban 2010-ben egy pár gyermeket várt, elmentek ultrahangra, az ultrahang kidétette, hogy nem csak egy, hanem kettő ikrek vannak az anyuka hasában, de rögtön utána jött a lehorgasztó hír, hogy egyik baba nem fejlődött ki rendesen.
el kell venni, mert veszélyes lehet a másikra. Elkeseredtek, hazamentek, vártak, eljött a beavatkozás napja, elmentek a kórházba, ott megint vizsgálták a gyerekeket, és azt mondták, hogy nem, mégsem kell kivenni a gyermeket, sőt nem is szabad elvenni, mert veszélyeshet a másikra is, tehát megszülte mind a kettőt. Tomasz, az ikerek egyike, csak 6 napot élt. A testvére ma is egészséges. A szülők még a gyermekek születése előtt a kórházban aláírták, hogy hozzájárulnak, hogy gyermeküknek a szerveit felhasználják, akár átültetésre, akár tudományos kutatásra. Nem tudták, hogy mi lett Tomasszal, eltelt 2 év, az anyukát izgatta, hogy mi lett vele, és próbálta keresni, és kiderült, hogy egy része a sejteknek, a szemének elkerült Bostonba. Hát az anyuka elment Bostonba egyszer egy konferenciára, és akkor felhívta azt a kutatóintézetet, ahova a gyermekének a sejtjei kerültek, és megkérte, hogy nem mehetne el oda, nem tenne látogatást. Meglepődtek rajta nagyon, de végül is ez a látogatás megtörtént, és ott kapta az információt, hogy még mi minden helyre kerültek el az ő gyermekének a szövetei, sejtjei, kutatás végett. És kiderült, hogy nagyon-nagyon sok kutatás és nagyon sok minden lett az ő gyermeki keresztül, sőt az egyik kutató, aki Harvardon kutat, elmondta azt, hogy milyen áldás volt számukra a gyermek, illetve a sejt, amit kaptak, és milyen hatalmas dolog, mert újszülött csecsemőkből nem kapnak ilyen segítséget, nem szoktak meghalni ilyen újszülött csecsemők. Ez ritkán van, csak értékes olyan a kutatóknak. Például Tomas szeme hatalmas nagy segítség volt a kutatóknak egy speciális rák elleni kutatásban. A gyermekek szemét támadja meg egészen fiatalkorban és vakságot okoz. Ahhoz, hogy a kutatók végezni tudják a maguk munkáját az emberiség javára, az Isten dicsőségére, ahhoz más fájdalma vezet. Jézus Krisztusra mutat ez is. És ugyanaz a helyzet a szerv átültetéssel is. Mert én hiszem és vallom, hogy még a halálunk is áldásnak van tervezve az Isten akarata szerint. Erre azért, mert már átléptünk Jézusról a halálból az életbe, amikor elfogadtuk őt, amikor neki áldattuk magunkat. Tehát amikor meghalunk, akkor csak ez lesz valósággá. Ez rajzolódik, amire vártunk, amire egész életünkben készültünk. Ami a hitünk célja, ahogy mondja az ige. Elértük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. És azért, mert halálunk Isten kegyelmére, Jézus Krisztus mutat mások életében. Ó, hányszor elmondtam erről a szószékről, hogy láttam jó néhány hívő testvéremet elmenni meghalni. És milyen hitben erőhítő volt számára, ahogyan beletette az életét, ahogyan vágyott hazamenni, és haza is ért. Persze. Jézus Krisztus is sírt, amikor meghalt Lázár, mert Isten együtt érez velünk. De nagyon túlmutat a gyászon, mert az életünkben minden az Isten szerint áldásnak van tervezve. Az életet Isten áldásra tervezte, annak minden részét, és annak tervezi ma is Krisztusért. Egyedül Krisztusért.
Úgyhogy ez a rettenetes járvány is, miközben a mi ellenségünk is jelen van és rombol és tombol, ne engedjünk neki. Hallgatoljak vissza a prédikáció elejére, ami indulatainkra a vécipapírral kapcsolatban, vagy a fegyverrel kapcsolatban. Hanem legyen ez is csodálatos, különleges eszköz Isten kezében, ebben a bőjtben, ebben az egészen különleges bőjtben, mélyebb kapcsolatra Istennel, igolvasásra, bűnbánatra, megújulásra, kitartó imádságra, könyörgésre, szolidaritásra, egymás felé fordulásra, kapcsolat keresésre, szolgálatra. Én nem hallottam, de feleségem mesélte, a rádióban hallotta, hogy arról volt szó egy riportban, hogy hát, mit csinálja a szegény házaspárok, hogyan bírják ki egymást az összezártságban most, hogy nem lehet elmenni sehova, és együtt kell lenniük, milyen rettenes, nehéz, hogyan bírják, hogy nem jönnek egymás idegeire, hogy kibírják ezt, mit lehetne tenni? Hogyan bírják ki egymást a családban, a családi összezártságban most, a vírussárvány idején? Hát úgy, hogy adjanak hálát Istennek, hogy vannak egymás számára. Hogy ajándékként kapták egymást. Mert ez sem átoknak tervez Isten, hanem pontosan, hogy áldásnak adta. Erre tervezte ezt is. Hát, legyen áldással minden az Úrban. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, mondja Jézus. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, megtette, ismét eljövök, és magam mellé vetve titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk hova még, honnan tudnánk akkor az utat. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Menjünk Jézus által. Amen. Imádkozzunk. Jövő Úr Jézus, te eléd. Hálva neked kapcsolatainkért, akik közt élhetünk, összezártságban, most összezártságban. Légy áldott érte, ha nem egyedül. És imádkozunk azért, hogy te vezess minket egymáshoz, akik egyedül vannak. Imádkozunk azokért, akik egyedül küzdenek a félelmeikkel, vagy a betegséggel, akik fertőzöttek, és el vannak szigetelve mindenkitől. Úristen, te légy mellettük különösképpen. Telefon van. Segíts, hogy ennek van, akik szerettel veszik körül őket is. És vigyázz különösképpen azokra, akik gondozzák őket, a fertőzötteket, a betegeket. Olyan, hogy a fertőzés veszélye. Ők bemennek az oroszlán barlangjába, mint Dániel, és nem félnek, mert tudják, hogy Isten őrzi őket. Kérjük, Urunk, hogy valóban a te őrző védőkarod legyen velük. Imádkozunk azokért, akik felépültek. Imádkozunk, hogy az egész betegség közelebb vihessen te hozzád. Imádkozunk a gyászolókért, hogy ők is hozzáforduljanak és benned kapassanak
reménységet, vigasztalást. Különösképpen hozzuk elő Olaszországot, Spanyolországot, Kínát, Iránt, Koreát, és természetesen mi magyar népünket, Magyarországot, Erdélyt, Délvidéket, Felvidéket, Kárpátalját. Könyv rajtunk a mi nemzetünkön, Úristen. És ahogy az egész világnak lehessen nekünk is, magyarnak is a te szavad, benne ebben a járványban, olyan világosan, ahogy csak a lélek tudja adni. Áldunk és magasztalunk, hogy ebben az időszakban, ha más nem, mindenképpen több az imádság, mint máskor. Hadd lehessen több a te igédre figyelés is, hogy ne legyen ez egy oldalú, hanem te szólalj meg, te vezess, te bátoríts, te korrigálj, ahogy éppen szükséges. Így folytasd bennünk az imádságot most és minden napon. Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el az Úr imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És végezetül Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját, tereát, és adjon te néked békességet.